Nyilvánosság előtt, a sajtó előtt bejelenthetjük, hogy elkezdődött egy már 10 éve indított beruházás befejező utolsó szakasza, a kettes ütem építkezési szakasza. Mai nap jelentőségét tulajdonképpen nem ez adja, hanem az, hogy ma már ezt el is hiszik nekünk az emberek, már meg tudjuk nyugtatni őket, hogy igen, elkezdődött a kivitelezés, hiszen a gépek feldübörögtek, az utcákban néhány napja folyik a munka, és az emberek látják, hosszú és bőgös úton vagyunk túl. A belső ütem megépítése utáni 6 évben nem sikerült támogatást szerezni a kettes ütem, a befejező ütem megépítésére. Időközben a támogatási feltételek is teljes egészében megváltoztak, ezért a körülmények megváltozása miatt 2011-ben újra kellett terveznünk az egész csatorna beruházást. Ezt követően engedélyeztetnünk kellett, majd benyújtottuk a pályázatot, amely első körben, az első próbálkozásról alkalmával sikeresen szerepelt, tehát megnyertük a támogatást a kettes ütem megépítésére vonatkozólag. Amint elhangzott, 2013. októberének végén tudtunk egy közbeszerzési eljárás lefolytatása után szerződést kötni a PV konzorciummal, és a szerződésben foglaltaknak megfelelően, illetve a kooperációkban megbeszélteknek megfelelően néhány hete elkezdődtek a kivitelezési munkálatok, mint Nyáregyházán, mint pedig Dán-Szentmiklóson is. Azt gondolom, hogy sem Nyáregyházán, sem pedig Dán-Szentmiklóson nem ébrednek fel úgy reggel az emberek, hogy hű de jó lenne, ha végre környezettudatosan tudnánk kezelni a szennyvizet, és milyen jó lenne, ha már az én utcámban is szervezetten és európai módon történne a szennyvíz elvezetése. De biztos vagyok benne, hogy sokan vannak mindkét településen olyanok, akik azt gondolják, hogy ideje lenne már felújítani az utakat, ideje lenne már virágos, szép, rendezett zöld területeket, közterületeket látni valamennyi településen. A csatorna beruházás az tulajdonképpen ez utóbbi kérdésekre ad választ. Minden egyéb település fejlesztési, szépészeti, külcsint tekintetében jelentős fejlesztés, látványos fejlesztés alapja az, hogy a települések teljes egészében közmű ellátással rendelkezzenek, így a csatornát egy olyan alapkőnek kell felfogni, amely a további infrastruktúrális és egyéb fejlesztéseit lehetővé teszi a települések számára. Hát ahogyan egy házat elkezdünk építeni, nagyjából úgy kell egy települést is építeni, természetesen az építést azt most idézőjelbe teszem. Először kigondoljuk, hogy mit szeretnénk csinálni, megfogalmazzuk az elképzeléseinket. Azután ezt megterveztetjük, engedélyeztetjük, utána gondoskodunk a finanszírozási kérdésekről, ez egy nagyon lényeges pontja minden egyes építkezésnek. Ezt követően megépítjük a stabil alapokat, lerakjuk a közműveket, és csak ezután következhetnek azok a látványos munkák, amelyek mindenkit érdekelnek. Aki nem tartja ezt a sorrendet, és nem így cselezik, az
problémák sorával szembesül majd a jövőben. Én biztosan tudom ígérni és biztosan tudom kinyilatkozni most, hogy mind Dárszentmiklóson, mint Nyáregyházán helyes sorrendet fogjuk betartani, és elébe megyünk a problémáknak. Ezzel a csatorna beruházással stabil alapokat, a további fejlesztések alapfeltételeit teremtettük meg. Ez a projekt nem jöhetett volna létre, ha a két település nem tud közösen együtt gondolkodni, nem valósul meg Dárszentmiklós Nyáregyháza társulása. Nagyon fontos, hogy a két település vezetői időt és fáradtságot nem kivéve, vállalva a vitákat és a folyamatosan előforduló konfrontálódásokat is, közös és jó döntéseket hoztak, így karöltve tudtunk csatlakozni ahhoz a kormányzati programhoz, hogy a kis falvak alapvető infrastruktúrális fejlesztései minél hamarabb elvégzésre, befejezésre kerüljenek. Végezetül köszönetemet szeretném kifejezni valamennyi Dárszentmiklós és Nyáregyházi lakosnak, a társulat tagjainak, hogy anyagi áldozatvállalásukkal ugye az önrész előteremtésével hozzájárultak ehhez a mindkét település életében nagyon jelentős fejlesztéshez, és hogy hozzájárulnak és elviselik az építkezéssel járó elkerülhetetlen kényelmetlenségeket is. Köszönetemet szeretném kifejezni Magyarország kormányának a projekt támogatására vonatkozólag. Köszönetemet szeretném kifejezni Földi László és Fogácsás Tibor országgyűlési képviselő uraknak azért a törődésért és azokért a tanácsokért, amelyekkel segítették és lehetővé tették ennek a fejlesztésnek, ennek a beruházásnak a létrejöttét. A projekt szervezet tagjainak és a kivitelező cégek munkatársainak egyelőre nem fejezem ki a köszönetemet, hanem eredményes és jó munkát kívánok. Bízom benne, hogy a továbbiakban is olyan flottul és pontosan fognak haladni az építkezések, mint ahogyan ez az elmúlt néhány napban történt. Köszönöm szépen a figyelmet!